Köszöntöm a nézőket! E heti civil fórumunkban a Katolikus Karitász Pécsi csoportjával foglalkozunk. Először nézzenek meg egy rövid összefoglalót, amit a december 21-i ételosztáson készítettünk. Ezt a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász a gyárvárosi plébániával imár hagyományosan közösen szervezte. A gyerekek Betlehemes műsorával kezdődött a karácsonyi ételosztás a gyárvárosi templom udvarán. Idén harmadszor összesen 200 adag pörköltet főztek a karitász koordinálásával. Besenci Zsolt, a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász igazgatója elmondta azt is, hogy csatlakoztak az egymillió csillag elnevezésű országos akcióhoz, amelynek keretében felhívják a figyelmet a szegényekre és szolidaritás vállalására hívnak mindenkit. A melegételen kívül ruhákat és játékokat is válogathat hétfőn a rászorulók. Sokaknál csak ezek az ajándékok kerülnek a fa Az ebéd után karácsonyi ajándékcsomagot is kaptak a családok. A Pécs gyárvárosi plébánián hagyomány, hogy mindenben segítik a nélkülözőket. Adománygyűjtés, ruha és ételosztás, lakhatástámogatása, idősgondozás, adventi vásár, kája és tüzelő a rászorulóknak. A Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász idén is segített a nehézsorsú családoknak. A Pécsi csoport krízis irodájába egy-egy hétköznapon 40-50 rászoruló térbe, akiknek ruhát, élelmiszert, gyógyszert és tüzelőt adnak. Vendégem a stúdióban Besenci Zsolt, a Pécsi Egyház megyei katolikus karitász igazgatója, és Szép Sándor, a Pécsi Egyház katolikus karitász alapítvány ügyvezetője. Üdvözlöm Önöket itt nálunk! Jó napot kívánok, üdvözlöm! Mennyire volt sikeres most ez az ételosztás? Azt láthattuk, hogy mindig nagyon sokan vannak ott a gyárvárosi plébánián. Egyáltalán azon a környéken kell ételt osztani? Tehát ott van a legtöbb rászoruló Pécset? Hát a kérdés az megfogalmaz már magába a választ is, én úgy gondolom, mert az ételosztásra alapvetően szükség van. Szinte mondhatnám, hogy minden nap szükség lenne ránk, hogy ott legyünk és, segítsünk napi szinten a rászorulóknak. már mondhatjuk, hogy hagyományos ez, a, ez az ételosztási akciónk, mert ebben az évben is harmadszor követünk el ilyen akciót, és Hát úgy látom, hogy a, a siker az nem marad el olyan szempontból, hogy van, kinek segítsünk, és van, ö, aki ezt köszönettel el is tudja fogadni. Amúgy egy nagyon nagy munka áll mögötte, hiszen ö, nagyon sok önkéntes és olyan ö, segítők, akik ö, akár támogatják ezt az ételosztást az alapanyaggal, ö, akár támogatják azzal, hogy megfőzik ezt az ételosztást, vagy hogy ott vannak és segítenek kiosztani, ö, ez mind-mind a munkának a része. Mik azok az egyéb tevékenységek, amik mondjuk akár a közelmúltban is zajlottak? Azért mindenki tudja, hogy például kájhát, téli tüzeléshez kájhát osztakarítás, ruhát osztakarítás, ott volt az adventi vásáron. Tehát hogyan lehetne összefoglalni most ezt a rövid időszakot, ezt a pár hónapos időszakot, a téli időszakot? Ha csak erről a rövidebb időszakról beszélünk, akkor azt mondhatjuk, hogy most így koncentrálódnak a feladatok, hiszen a téli időszak miatt, hiszen azért, mert az advent, az ünnepek miatt is egyre többen és egyre nagyobb mondjuk nyomás helyeződik, helyez, helyeződik ránk, vagy a figyelem felénk irányul, és hát jönnek is, akiknek szükségük van rá. Egyrészt a kájhaosztás ez egy nagyon szép és nemes akciónk, ami arról szól, hogy néhány családnak az egyház megyében tudunk biztosítani megkeresve talán a legrászorultabbakat tudunk biztosítani a téli tüzeléshez tüzelő, illetve kályhát tudunk biztosítani. Vagy olyan esetben, hogyha ha mi tudunk szerezni, beszerezni, adományból kapni tűzifát, akkor azt továbbítjuk arra a helyszére. Az alapítvány, a Karitas alapítványnak mi a feladat, ami a legfontosabb küldetése? Az alapítvány legfontosabb küldetése az egyházmegye területén élő rászoruló emberek segítése. Ez azt jelenti, hogy kiegészítjük a, az Egyházmegyei Karitás munkáját minden olyan dologgal, amivel egy alapítvány hozzájárulhat. Tehát pályázunk, mint alapítvány, olyan programokat működtetünk, amik, amik nem, csak, nem csak azonnali krízis helyzetre nyújtanak választ, hanem mint egy preventív jelleggel, hosszú távra előre próbálunk embereket kiemelni abból a helyzetből, amiben vannak. Ilyen program például a, a Lakhat Program, amiben olyan embereknek, családoknak segítünk, akiknek a lakhatása valamilyen módon veszélybe került. Legyen az akár elmaradt közüzemi számlák, egy leázó tető, amit a saját erejükből nem képesek megoldani. Ez egy országos program egyébként a Lakhat Program, amit az Országos Karitász és a Minisztérium koordinálásával, felügyeletével végzünk nagyon fontos a Lakat programnál is, hogy olyan családoknak tudunk ezzel segíteni, akiknek ez valóban kivezető lesz, tehát nem fognak visszaesni, várhatóan nem fognak visszaesni ugyanebben a, a, helyzetben. A Caritas tartós élelmiszer is gyűjtött, és önkéntesek segítettek. Milyen a kapcsolat a középiskolásokkal egyáltalán be lehet -e vonni ebbe a kötelező közösségi szolgálatba a gyerekeket? Ez a tartós élelmiszergyűjtés, ami november utolsó hétvégén zajlott, szerintem egy óriási siker volt. Több szempontból. Egyrészt három áruházban gyűjtöttünk tartós élelmiszert, és ebbe a munkában nagyon nagy segítséget nyújtottak az önkéntesek, főleg a fiatal önkéntesek, a közösségi szolgálatban résztvevők. Tehát az egyik sikert itt tudnám megfogalmazni, hogy hogy közel száz önkéntest vontunk be ebbe a hétvégébe. Tehát ez egy, ez egy óriási létszám, és ugye ez nem csak az kell, hogy, hogy ott legyünk és monoton végezzük ezt a munkát, hanem tényleg örömmel és, és egy olyan, olyan felszabadult energiával, ami, ami tényleg az emberek felé azt sugározta, hogy mi ezt, mi ezt nagyon nagy szívvel tesszük. Másrészt az, hogy nagyon szép mennyiségbe gyűlt össze tartós élelmiszer, ez közel 3,5 és fél tonna olyan élelmiszer, Amik, amiket pécsi családoknak tudtunk kiadni. Jelen pillanatban is még osztjuk a csomagokat, visszük ki a helyszínekre, illetve jönnek be hozzánk. Közel 500 családnak tudtunk segíteni ezzel a tartós élelmiszer csomaggal. Tehát ez, ez egy nagyon szép dolog volt. Visszatérve a kérdés másik feléhez, hogy a közösségi, az iskolák közösségi szolgálata, hogy ami kötelező jelleggel úgy a, a fiataloknak elvégezendő feladat, és hát ebbe a, a Katolikus Karitás Pécsi Egyház megyei szinten is ö, ö, részt vesz ebben a, a programba. Ö, az alapítványunkon keresztül 11 iskolával állunk kapcsolatba, ö, Pécsi Középiskolával, ö, akiknek a diákjait szeretettel fogadjuk ilyen és hasonló feladatokra. De nem csak családoknak segít a Karitás, hanem volt egy bizonyos Olajfa idősgondozási program, erről mit kell tudnunk. Így van az Olajfa program, szintén az Országos Karitász. Felügyeletével és támogatásával történt meg. Ez az önkéntesek képzéséről szól elsősorban. Olyan önkéntesek számára tartottunk egy tréninget, akik idős embereknek nyújtanak napi, heti szintű segítséget, legyen ez akár bevásárlás, csak látogatás, beszélgetés, vagy akár az ápolás. A tréning folyamán az önkénteseket képeztük, ez volt az első része az olajfa tréningnek. A következő nagy része az pedig az volt, hogy olyan idős emberek, akiket ezeket az önkéntesek látogatnak, és valamilyen ö, gyógyszer, vagy valamilyen egészségügyi, vagy gyógykezelési ö, nehézségük akad, tehát a finanszírozás szempontjából, a program keretében ö, tudtunk egy bizonyos összeggel nekik is segíteni gyógyszer gyógyszerkiváltás, vagy, vagy akár gyógykezelésnek a támogatása. Ha már az anyagiakról beszélünk, akkor... Ö, én szerintem nagyon ügyesen csinálja a karitász, hogy például amiket tudnak értékesíteni, azt is visszaforgatják. Tehát azt a pénzt is a szegények javára juttatják. Most például az adventi vásár mennyire volt sikeres, ugye porcelánoktól kezdve ruhaneműn át mindenfélét árulnak, és ez, ez, visszakerül a rászorulókhoz. A kérdés maga azért ö, ott rejti magába az, hogy a karitász működését valamiben meg kell finanszírozni és ezt a, 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 finanszírozást ugye több pontból, mint a kollégám mondta, például állami támogatásokból, programokon keresztül, pályázatokon keresztül, vagy például az egyházmegye fenntartásába működtetjük magát a szervezetet de a programjainkhoz szükségeltetik az anyagi forrás, és mi az, azokat a jó minőségi adományokat, de ezt hangsúlyozom, olyan adomány, amit ténylegesen értékesíteni lehet, tehát pénzé lehet tenni, ezeket az adományokat a, a központunkban rendezett adventi vásáron értékesítettük, vagy a Széchenyi téren, ott egy kicsit más módon, de ott is, és ezeknek a bevételéből szinte százszázal-ban vissza tudjuk forgatni a, a támogató-segítő programjaink irányába, ami azt gondolom, hogy egy nagyon nagy dolog, hogy, hogy nem a működésre kell ezt a, ezt a pénzösszeget fordítani. Bútorokkal is segítik a rászorulókat? Az is egy program részünk tulajdonképpen, hogy azoknak a krízis helyzetbe került családoknak, akiknek mondjuk egy egy súlyos beázás, leázás, vagy önhibájukon kívül olyan helyzetbe kerültek, hogy, hogy szükségük van akár egy konyhabútorra, akár egy hálószobabútorra, vagy egy ágyra akár, oda segítséget nyújtunk. Nagyon sok felajánlónk van, aki ajánl fel használt, de jó állapotban lévő bútorokat, és ezeket pedig a logisztikával próbáljuk megoldani, és kijuttatni a rászorulók részére. Az egymillió csillag akcióhoz is csatlakozott a Pécsi csoport is. Erről mit kell tudnunk? Így van, az egymillió csillag akció 14 országban történik a Caritas szervezésében. Arról szól, hogy, hogy egy ajándékgyertya mellett próbáljuk felhívni az emberek figyelmét arra, hogy igenis létezik szegénység akár a közvetlen környezetünkben is. Hát ez egy sikeres akció, nagyon sokan adnak adományt ennek a gyártya adása után, és a teljes összeget visszafordítjuk a családok segítésére. Az év az mindig egy számadás időszak, illetve előre kell tekinteni 2016-ra. A Caritas milyen évet tudhat maga mögött, tehát milyen volt a 2015-ös esztendő, illetve mi várható jövőre? Hát, munkával tehát mindenképpen a 2015-ös -es esztendő, illetve elkezdtünk az építkezést is már a 2016 irányába. Hát ebbe az évbe most számokról nem akarnék konkrétan beszélni, majd ahogy a, a számadást elvégezzük, ott konkrétan, konkrétan fogunk tudni nyilván számadatokat is mondani, de alapvető az, hogy nagyon-nagyon sok adományt kaptunk és osztottunk szét. Hát több tízezer családnak akár tudtunk ezzel valamilyen szinten segíteni, és... A 16-os év, az, hát folytatni fogjuk a megkezdett programokat, illetve azzal, hogy meghatároztuk, hogy konkrét, kézzelfogható és kivezető segítséget kívánunk adni a körülöttünk lévő rászoruló embertársainknak. Ezáltal hát nagyon nagy feladatok várnak ránk. Az alapítvány életében milyen volt az idei év, milyen pályázati lehetőségek voltak, illetve mit lehet már tudni 2016-ról lesznek-e új pályázatok? Hát reméljük, hogy lesznek. 2015-ös évről azt mondom, hogy ez egy dolgos év volt. Nagyon sok munkát, energiát fektettünk olyan programjainkba, amik elsősorban kivezetőek. Ilyenek például, hogy munkahelyteremtő programmal megyünk tovább ebben az évben. Már évek óta megy. Caritas létrehozott ne csak segélyt adjunk, hanem munkát is jelszóval. Létrehozott olyan kis üzemeket, telephelyeket, amik, amikben olyan emberek ö, dolgoznak, akik munkanélküliek voltak, vagy alacsony végzettségűek, esetleg mind a kettő. Ezek elsősorban alkotó tevékenységet végző műhelyek, gyertyöntő, kerámia műhely, varroda ö, elsősorban. Ezeknek a termékeit például most a Széchenyi téren még értékesítjük az ottani pavilonunkban. Ez az egyik. A másik az, hogy szintén kivezető jelleggel euh, részt veszünk a közfoglalkoztatási programban. Jelenleg 15 közfoglalkoztatott ember dolgozik nálunk, akik segítik a karitatív tevékenységünket. Mennyire fogékonyak? azok, akiket megszólítanak. Tehát ők, ők örülnek ennek a lehetőségnek, hogy igazából ez nem csak persze rövid távú tűzoltó segítséget is kapnak, de van egy hosszú távú folyamat is. Tehát észre vehető már a pozitív változás? Én azt látom, hogy, hogy igen. Ezeknél az embereknél egyrészt nagyon nagy előrelépés az, hogy rendszeres, stabil munka bért kapnak, és azt látom rajtuk, hogy, hogy nagyon nagy fejlődési lehetőséget jelent számukra az, hogy az a munka, amit végeznek, az nem csak egy, egy monoton munka, hanem egy kézzel fogható, és látszik az, hogy értéket teremt azzal, hogy most például egy, egy kerámia után a kézbe vehető, és azt mondjuk, hogy gyönyörű szép, és meg is vették. Rengeteg munkáról beszéltünk, nagyon sok feladatról. Van-e elég önkéntes, van-e elég segítő a karitász kötelékeiben? A karitász önmagában nem csak egy simán egyszerű segélyszervezet, hanem emellett az önkéntességre épül. Tehát mi, mi az egyházmegyei központunkban is, az ehhez kapcsolódó, amit a kollégám említett, munkahelyeket is nagyon sok önkéntes tudunk fogadni különböző feladatokra. Emellett ugye a diák önkéntesekről is már beszéltünk az előbb, és ott is van lehetőség arra az önkéntességnek, akár a kultúráját is erősítsük és, és ezt terjesszük. Hát az, hogy van-e, ez, ez, ez változó, ez rajtunk is múlik, hogy, hogy jelentkeznek-e hozzánk, jönnek-e hozzánk. Mi azon vagyunk, hogy, hogy legyen, mert nagyon sok jó szándékú ember van, aki szeretne a, a munkájával, a tevékeny idejével segíteni embertársainak. Amiről még nem beszéltünk, az a cipős doboz akció. Gyűjtik-e, gyűjtötték-e a cipős dobozokat, illetve hova jutnak el ezek? Nagyon nagy siker a cipős doboz akciónk. Bevontunk középiskolákat. Mm a Nagy Lajos Gimnáziumot, Janusz Gimnáziumot tudtuk megmozgatni, és nagyon nagy szeretettel hozták a fiatalok. Egy kis versenyt is hirdettük nekik, hogy melyik osztály tud többet hozni egy ilyen kis játékos módon, és azt láttuk, hogy nagyon lelkesen készítették szebbnél szebb ajándékdobozokat, és hát közelítünk a 400-as számhoz, de még a mai napon is hoznak. Egyébként a, a Széchenyi téri pavilonunkba is fogadtuk. De volt olyan, amikor szinte tele volt a pavilonunk cipősdobozokkal, dobozokkal, ott a különböző segélyszervezetek mindegyike fogadta a cipős és hát itt nem volt köztünk nyilván verseny, tehát itt aki ez szerették volna, ott adták le, de nagyon jó helyekre kerültek. Egyház megyei szinten is tudtunk több száz cipős kiadni, illetve itt Pécsen is több száz cipős segítettünk. Milyen karácsonyt kívánnak a pécsieknek? Ez egy Jóisten től megáldott, áldott, szép karácsonyt kívánunk, és tényleg ott a karácsonyfalat is gondoljunk azokra az embertársainkra, akiknek talán nem annyira szép és nem annyira barátságos a karácsonyuk. És azzal a kis gondolattal, vagy azzal az imával, amit elmondunk értük, én azt gondolom, hogy már megtettük a magunkét. Áldott karácsonyt. Alapítvány is egyetért ezzel, milyen karácsonyt kívánom? Teljes mértékben, és <laughs> azt kívánom mindenkinek, hogy tölts a szerettei körében meghitt ünnepet. Én köszönöm szépen, hogy elfogadták a megkívásunkat, és egy picit bepillantást nyerhettünk a karitás és az alapítvány munkájába. Áldott békés karácsonyt kívánok, és sikerekben gazdag új esztendőt. Köszönöm szépen. Köszönöm, köszönöm szépen. szépen. Ez volt erre a hétre a Civil Fórum. Minden kedves nézőnknek, munkatársaim nevében is áldott békés karácsonyi ünnepeket kívánok. Jövő hétfőn ismét találkozunk majd. Viszontlátásra!